18 éve alakult meg a Hunyadi Városi Nyugdíjas Klub. A több mint 120 klubtag fiatalokat megszégyenítő módon énekelt, táncolt, hogy megünnepelje a klub évfordulóját. A közösség tagjai Kecskeméten a református konviktusban gyűltek össze. Az ünnepség szervezője köszönetet mondott azokért az emberekért, akik a klub megalakulását és a 18 éves munka gördülékeny működését elősegítették. A 2019-es év összefoglalójában kitértek a színvonalas teátrum látogatásokra, a jó hangulatú kirándulásokra, túrázásokra és a közös sportrendezvényekre is. Két klubtag versen mondott köszönetet az elmúlt 18 évért, míg a klubtagokból alakult énekkar megmutatta tehetségét. A rendezvényen nagy örömmel fogadták Pászti Andrást, a Hunyadi Várost önkormányzati képviselőjét, aki egy személyében a klub megálmodója és alapítója is. A közösség tagjait meleg ebéd várta a köszöntő után, majd felcsendültek a sokak által ismert muzsikák, az életvidám nyugdíjasok legnagyobb örömére.